Turista. Tények, titkok, történések. Oroszország a csúcsra tör, ehhez pedig a kőolaj és a földgáz az energia jelenti az utat. A nagyhatalmi gondolkodás jegyében fogant a Gazprom szentpétervári felhőkarcolójának terve is, amely 400 méterre magasodna, hogy messze földön hirdesse a hatalmat, erőt és gazdagságot. Bár a Gazprom torony még csak papíron létezik, mindazt, amit szimbolizál, Magyarországról is látni. Üdvözlöm Önöket, Halász Szabó Miklós vagyok, a Kulissza mai adásának vendége Gereben Ágnes Oroszország szakértő, akinek a napokban jelent meg az Orosz Kapcsolat című könyve. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Magyarországot 1991. június 19-én hagyta el az utolsó szovjet katona, tehát nem sokára évfordulót ünneplünk. Az utóbbi években azonban egyre jelentősebb az orosz térnyerés Magyarországon gazdaságilag. Kimondhatjuk azt, hogy az oroszok már a spájzban vannak ismét? Azért nem mondhatjuk ezt, mert itt is maradtak, tehát nem volt olyan időszak, amikor igazán elmentek volna. A katonák emlékezetes távozása közepette már javában itt voltak. Részben meg itt is születtek a különböző szovjet tanácsadók gyermekei, akik fölnőve nem akartak visszamenni az akkor éppen káoszba süllyedő, megszűnő Szovjetunióban. De ők azt szerint dolgoznak, hogy oroszok, tehát orosz öntudattal, esetleg orosz érdekek mentén dolgoznak itt Magyarországon? Én még keményebben fogalmaznék, birodalmi ösztönök mentén. Tehát meghúzzák magukat, kereskedelmi tevékenységgel, gazdasági tevékenységgel foglalkoznak, általában elég jól is csinálják, ellentétben azokkal az egykori magyar pártokratákkal, akik annak idején kimenekültek a magánszektorba, volt még központi bizottsági pártitkár is, aki aztán csődbe vitte a rábízott cégét, de gondoljunk bele, hogy kinek a pénzén alapították ezeket a cégeket, ami pénzünkön, ugye. De az oroszok igazán itt is maradtak a spájzban, és bármikor válhatnak, nem azt mondom, hogy ügynökeivé, de lelkes híveivé egy expanziónak. Ez folyamatosan így is van. Magyarországon orosz bank is működött, ugye jó ideig. Itt volt Szeva bácsi, Mogiljevics úr, akinek 17 útlevele volt különböző neveken, és a világ 10 legkeresettebb bűnözőjének egyike. Itt volt az MFESZ tulajdonosa, aki szintén elég bonyolult utat járt be a nemzetközi gazdasági jog szempontjából, és most ismét felmenőben van Ukrajnában. Úgyhogy az MFESZ történet sem igazán zárult le. Úgyhogy itt vannak az oroszok, és bármikor rámozdíthatók Moszkva birodalmi céljaira. Amit említett, hogy ők birodalmi érdekek mentén gondolkoznak, ők eleve így születnek, vagy a családban teszik magukévá ezt a gondolkodást, vagy pedig Oroszország, amikor eljön az ideje, akkor felkeresi őket, és anyagilag meggyőzi őket. Tehát belső indítatásból cselekszenek-e így, vagy pedig Moszkvából gondolkoznak kellőképpen, és nyilván tartják, hol vannak az embereik. Ez egy másik civilizáció, nem olyan, mint a mi euróatlanti civilizációnk. Más értékeken alapszik, hogy egy semleges példát mondjak, látszólag semlegeset, az egyen szerepe ebben a civilizációban nem olyan komoly, mint a miénkben, a közösségi elv, a falu közösségek, a kolhozók, a társbérletek sokféle módon megnyilvánuló közegében érvényesült, és hogyha azt mondom, hogy Volodya Putyin egy ilyen társbérletben nőtt föl annak idején, akkor úgy belegondolunk, ez a szemlélet azért él a mai orosz elitben. Én a könyvemben erről is igyekeztem írni, hogy megértessem azt, hogy az orosz irodalmat, az orosz kultúrát, az orosz művészetet nagyon lehet szeretni. És érdemes is szeretni.
Ez azonban nem egyezik meg a cári, az úgynevezett kommunista, vagy a azt követő időszakban gyakorolt birodalmi expanzióval, ami mindent maga alá gyűr, gazdasági szempontokat is. Most decemberben nyitottak meg egy irtózatos pénzért épített kőolajvezetéket Kína felé, ami nagyon sokba fog kerülni az orosz adófizetőknek, mert a vállalat mennyiséget az oroszok nem tudják szállítani a keleti végekről, tehát a Kínához közeli területekről, Nyugat-Szibériából kell, és hát ez a kilométerenkénti tranzitdíj, meg ez én nem hagyja hasznot, hanem az orosz költségvetést meg kell lesz majd állni. Tehát nem racionális, nagyon gyakran a mi szempontunkból az orosz gazdasági döntés. Hát remélem, hogy kiderül ez majd a könyvemből, amelyet egyébként még csak most fognak forgalomba hozni. Egyelőre csak a Helikon könyvesháznak a Bajcsi Zsilinszky út 56-os számú üzletében lehet kapni, vagy pedig Kemény Andrástól, a kiadótól, az Unikustól megrendelni, aki egyébként elképesztő munkát végzett. Április 23-án kapta meg a kéziratot, április 25-én volt egy smás Magyarországon, és ő április 26-án reggel azzal ugrott ki az ágyból, hogy az én kéziratommal fogja kezdeni Magyarország újjáépítését. És a győri nyomdászok is ugyanilyen indítatásból az új korszak hajnalát lelkileg is megélve, pünköst hétfőnben is bementek dolgozni, úgyhogy a barátaim nem akarják elhinni, hogy ez a könyv most már valószínűleg elég sok helyen kapható lesz, ha terjesztők rendelnek. Az új korszak hajnalánál tartva említette, hogy Oroszország igazából nem változott, Szovjetunió vagy Oroszország, mindegy, a birodalmi szemlélet az marad, de feltétlenül rossz ez, hiszen egy bizonyos méretű országot csak ilyen szemlélete lehet irányítani, mi sokkal kisebb Magyarország, persze, hogy máshogy gondolkozunk, de ott az emberek is eszerint gondolkoznak, tehát nem hiszem azt, hogy ők ezt rosszul élnék meg, hogy a Kínába való kőolaj export miatt ők egy kicsit rosszabbul élnek, vagy egy kicsit valahol vesztenek, mert úgy érzik, hogy máshol ezt visszakapják, és egy erős ország állampolgárai, hogy ne az alattvalói szót használjam, állampolgárai ők. Teljesen igaza van, nagyon sok mindent, bocsánat, az, hogy meg lehet etetni velük a birodalmi szemléletnek alárendelten. És azért ne felejtsük el, hogy velünk él a múlt. Tehát hiába tudjuk azt ma már, hogy a második világháború vége, hát nem egészen olyan volt, mint ahogy még mi tanultuk az iskolában. Az orosz emberekben érthető módon az működik, hogy ugye akkor azt mondták nekik, hogy 7 millió áldozata volt a Szovjetunióból a háborúnak, aztán Hruscsov mondta, hogy 20 millió, aztán később mondták, hogy 30 millió, most az 37 millió a hivatalos adat. De ők ezt amúgy is nagy honvédő háborúként élik meg, és Sztálin igazából nemzeti hős, mert ő védte meg az oroszokat, az más kérdés, hogy mellette munkatáborokat üzemeltetett, ahol millióan haltak meg, több millióan. Nem csak emiatt, hanem azért is, mert Sztálin hagyta védtelenül a hazáját, mert nem akarta elhinni, hogy a Hitlerrel kötött szövetséget Hitler föl fogja rúgni, hiszen 1939. augusztusában a két diktátor szövetséget kötött, amelynek alapján egy hét múlva Hitler lerohant a Nyugat-Lengyelországot, még két hét múlva Sztálin lerohant a Kelet-Lengyelországot, és már dúlt is a második világháború. De amikor 1941-ben Hitler megtámadta a Szovjetuniót, akkor nem iszonyatos veszteségek sora következett volna, nem került volna 80 millió szovjet állampolgár német megszállás alá, hogyha Sztálin felkészül a védekező háborúra. Legalább ő támadó háborúra készült, repülőgépeket, tankokat, utakat azt szerint építették. Úgyhogy a múlt az visszaköszön a mai Oroszországban is, és a politikai elitnek a lépéseiben is. Elég sokat írok a könyvemben arról, hogy ezek a bizonyos kőolaj és földgáz vezetékek, elsősorban a földgáz vezetékek szintén nem nagyon racionálisak, hiszen mondjuk
Magyarországnak, mi anyavajának, bocsánat, megépíteni még egy orosz földgázvezetéket milliárdokért, amikor diversifikálni kéne az ellátást, vagyis más forrásból kéne, hogy jöjjön. Mégis Gyurcsány Ferencet rá tudták kényszeríteni arra, hogy Moszkvában aláírja ezt a kötelezettségvállalást, amire egyébként nem volt joga, mert kormányhatározat kellett volna ahhoz, hogy egy nemzetközi szerződést aláírja.